Sziasztok, mai beauty-s videóval készültem nektek. Már láthattátok, hogy megvásároltam több színben is a Rimmel Provocalypse rúzsát. Ez most, ami a kezemben van, ez az I Call You nevezetű árnyalat, a a 200-as I Call You nevű árnyalat, ez egy ilyen rózsaszínes kis két lépcsős rúzs. Ugye az a lényege, hogy az első körben felrakod a színt, az megszárad, aztán felrakod ezt az átlátszó cuccot, és elvileg 16 órán keresztül hat, nekem ez eddig nem sikerült, de nem is ez a lényeg. Ezt a rúzst fogom összehasonlítani a mostani videóban. Már is. Szóval ezt a rúzst fogom összehasonlítani a... Közben Lili itt van. A mostani videóban a Rossmannban vehető Rival de Loop Young Stay Forever nevezetű, hát ez szájfényével, ez a 04-es Foxy-red árnyalat. Tehát, mint láthatjátok, még a csomagolás is hasonló. Nagyon-nagyon durva. Ugyanúgy két lépcsős szín, megszárad, és akkor az átlátszó részre elmegy. Na most itt az a lényeg, hogy ez a rúzs, ez olyan 2500-3000 forint körül van, a Rossmannos, az viszont 1000 forintba kerül. Úgyhogy lényegében én most ezt a két rúst fogom összehasonlítani nektek, és akkor meglátjuk, hogy tud-e vajon annyit az 1000 forintos, mint a drágábbik verzió. Két külön napon fogom tesztelni, mondjuk ma először használjuk az olcsóbb verziót, a Rossmannos Stay Forever, ugye 04-es Foxy-red árnyalatot, mint említettem, és akkor többször is be fogok jelentkezni a nap során, hogy ez is azt ígéri, sőt, ez 24 órás tartosságot ígér nekünk, a Rimmel Provocalypse az csak 16 órát, szóval többször is be fogok jelentkezni, és akkor meglátjuk, hogy melyik mit tud, tartsatok velem! Fel is kentem a rúst, nekem a színe az nagyon-nagyon tetszik. Kb. Egy perc volt, mire megszáradt, és akkor utána ugye jöhetett is rá a felső réteg. Most szép csillogos, szerintem nagyon-nagyon jó ez az árnyalat, nem túl hivalkodó, de azért mégis szépen kiemeli az arcokat. Most elmegyek itthonról, egy másfél-két óra múlva jövök haza, és meglátjuk, hogy addig hogy viselkedik a rúzsom. Na, hát másfél órája rajtam van már a rúzs, és mint láthatjátok, még semennyit nem kopott. Tehát ugyanúgy áll, ugyanúgy csillog, és pedig azóta már ittam egy kávét, megbeszéltem is jó sokat, úgyhogy egyelőre nagyon-nagyon jól bírja, kíváncsi vagyok, hogy lesz tovább. Túl vagyok már egy evésen, és még egy kávén, ittam is azóta is jó sokat beszéltem, és mint láthatjátok, nagyon jól tart egyelőre a rúzs. Azóta átkentem már egyszer az átlátszó részével olyan 3 óra után, tehát hogy miután letelt 3 óra, most olyan 5-5 és fél órája van rajta. Megérkezett Lili. Hello. Igen. Amúgy teljesen csókáló, tehát nagyon puszilgattam már Lilit, és egyáltalán nem hagyott nyomot a kis poffinyán. De most így benne szeretnél lenni? Bocsánat, csak nem tudok már nem itt kezdeni, most nem zavarhatom el. Ügyes vagy, megtapsoltad magad? Kis kócos nemrég ébredt. Hol tartottam? Ja igen, hogy csókáló egyáltalán nem szárítja az ajkaimat, tehát hogy nagyon-nagyon jól tart. Most olyan 5,5-6 órája van fönn rajtam, és elkezdett már kopni. Csücsülj le! Elkezdett már kopni, főleg a belsejénél, de teljes mértékben használható még. Elég szépen kopik, úgyhogy szerintem teljesen jó még. Tehát ebben még simán kimennék az utcára is akár. Egyelőre nagyon jól teljesít, főleg az árához képest. Most 15 óra 10 perc van, és úgy érzem, hogy most már le kell mosni, mert megadta magát a rúzs. A belseje már nagyon-nagyon le van kopva, most sajnos, hát szerintem azért elég szépen látszik. Nem kopik csúnyán, tehát hogy nem foltokban kopik, hanem szépen kopik, úgyhogy ebben sincsen probléma. Még mindig nem érzem száraznak az ajkaimat. A felső ajkamnál
tökéletes, tehát tényleg, tehát ott még mindig semmi probléma nincsen. Az alsónál viszont időbelül már elég csúnyácska, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most lemosom. Most van ugye 15 óra 15-4 körül van most jelenleg, úgyhogy több mint 6 órája rajtam van a rúzs, és azért ez egy 1000 forintos rúzstól nagyon-nagyon-nagyon durva, én úgy gondolom, úgyhogy most megnézzük, hogyan tudom lemosni. Mosógép, úgyhogy inkább bejöttem, és itt mondom el a tapasztalatokat. Szóval sima micellás vízzel próbáltam leszedni, valamennyit le is szedett belőle. A külsején a számnak még elég sok rajta maradt, úgyhogy most megpróbálom valami, van a Garniernek egy kétfázisú micellás vize, megpróbáljuk abban, hát, ha lejön teljesen. Na, evemest sikerült leszedni, mindegy szálig úgymond lejött rólam. A tapasztalat az, hogy ez a rúzs baromira megéri az árát. 6 órán keresztül tartott, a 24 órát azt nem tudom, hogy... Tehát, hogy ezekre mindig ilyen számomra irreális idő van ráírva, ami szerintem, hogyha az ember eszik-iszik beszél, akkor nem működik. Lehet, hogy 24 órán keresztül rajtam lenne, hogyha csak így vegetálnék és ülnék mondjuk a kanapén, de ez ugye nem igazán kivitelezhető szerintem senkinek. De a lényeg, 1000 forintba kerül, 6 órán keresztül teljes mértékben használható volt a rúzs, úgyhogy egyetlen egyszer fél időben kentem át ugye a második lépcsős átlátszó bizergával, bocsi, csak közben figyelek Lilire, mert fogalmam sincs, hogy éppen mit működik. Szóval mindenképpen megéri. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy holnap hogy teljesít a Provocalypse. Tud-e ennyit, illetve hát ár alapján nagyon-nagyon meg kéne fejelni ezt a 6 órát, de majd meglátjuk. Sziasztok! Na, már fel is kentem a rúst a mai napon, most 9:17 van. Ugye most a Rimmel Provocalypse I Call You nevű árnyalata van rajtam, aztán meglátjuk, hogy meddig bírja. Azt tegnap elfelejtettem nektek mondani, hogy a Rival de Lupos rúzs, az, tehát ott nem kötelező használni a második réteget. Tehát, hogyha az első réteget felrakod, ugye egy perc alatt megszeredt, és tényleg megszered egy perc alatt, matraszárad, tehát utána úgy is használhatod. A második réteg lényegében az csak egy szájfény. Én azért raktam rá mindenképpen, illetve azért kentem is újra, mint említettem tegnap, mert hogy egy, én nem nagyon szeretem a matt ajkakat, a másik maga az, hogy szerintem, hogyha azért rárakod a szájfényt, akkor mégiscsak tartósabb. A Provocalypse, ott viszont mindenképpen használni kell a második lépcsőt is, mert a második lépcső fogja megadni a tartóságát a rúzsnak. Viszonylag könnyen fel lehetett rakni, és szerintem nagyon szép természetes színe van, tehát nem olyan hivalkodó, és szerintem hétköznapra simán lehet használni. Ugye van ebből egy piros árnyalatom, aminek most nem jut eszembe a neve, az viszont hétköznapra azért múltkor rajtam volt, és hát ez egy picit túlzásnak éreztem. Főleg egy egyszerű városban lévő sétálgatásos, vásárlásos, tehát annyira nem éreztem magam komfortosan benne, viszont ez tényleg jó. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog ez működni, mert ugye tegnap a Rival de Lupos azért bírta egy 6 órán keresztül. A Provocalypse-et is újra fogom majd kenni, a felső rétegét természetesen. Ugyanúgy természetesen eszek, iszok, beszélek, és most el is köszönök, aztán majd kicsit később bejelentkezem nektek. Ezt elfelejtettem mondani, hogy amikor felkenem a Provocalypse-et, akkor egy másfél-két perc a száradási idő, legalábbis nekem most annyi volt, picit lassabban szárad, mint a rosszmanos rúzs, illetve amíg meg nem szárad, nagyon-nagyon ragacsos érzés az ajkakon, elég kellemetlen, hogy őszinte legyek, tehát hogy így se inni, semmit nem merek, oké, nem hosszú időről van szó, de hogy érzem, hogyha valami rákerülne az ajkamra, egy szösz vagy valami, az úgy teljes mértékben beleragadna. Úgyhogy, de azért kibírható, és amint amúgy rákerül a felső réteg, akkor már el is veszíti ezt a ragacsosságát, és egyelőre nem szárítja az ajkaimat, oké, kb. 10 perce van rajtam, de azért ez is valami. Na, hát most van rajtam 2 órája a rúzs, és egyáltalán nem kopott még semennyit, és... Mint láthatjátok, teljesen csókálló, úgyhogy egyelőre nagyon-nagyon jól teljesít. Nem tudom, hogy álljak, hogy
ne látszódjon az ablak a szemögemben, de szerintem sehogy nem tudom megoldani. Na mindegy, 2,5 óránál tartunk, most újra kentem a csillogó felső réteget, még mindig tart, nem kopik sehol. Mit csinálsz, cica? Na mindegy. Egyáltalán nem mászik el, tehát hogy a szélén semmi elmászás, elmozdulás nincsen. 2,5 óránál tartunk, egyelőre nagyon jó. Na, túl vagyunk az ebéden, és eddig bírta a rúst. Úgyhogy én most ezt le is szedem, mindjárt megnézzük, hogy mivel tudom leszedni. 4 órát bírt. Ja, durva, hogy azt hittem azért, hogy a rimmel tovább fogja bírni. 4 órát bírta, ez sem rossz, de azért hát igen, a rosszmonos az jobb volt, illetve az a baj, hogy a rimmelnél éreztem, hogy van valami a számon, a rosszmonosnál egyáltalán nem éreztem, hogy rúzs van rajtam, de ennél úgy, tehát hogy nem szárított meg semmi ilyesmi, csak éreztem, hogy van valami a számon, úgyhogy most megnézem, mivel lehet lemosni. Gyorsan le is mostam, sima micelles, genyéres rózsaszín micelles vízzel egyszerűen le lehetett szedni, semmi vaszakolás nem volt, letöröltem, kész, úgyhogy szerintem itt ez is jelzi a tartóságot, mert ugye a tegnapival jóval többet kellett szórakozni, illetve az csak 2 fázisú micellás vízzel volt lemosható. Nem rossz a provokalipsz, viszont árértékarányban én azt mondom, hogy a rosszmanos rivaldelúpos... Megjött Lili! Szóval szerintem a rosszmanos rivaldelúpos sokkal jobban megéri, ugye az 1000 forint 5 darab színben kapható, és 6 órán keresztül teljes mértékben használható, és jó volt a számon. A rimmeles provokalipsz az, meg nem mondom, hogy Magyarországon hány szín kapható, 4 vagy 5 talán abból is. Nagyjából 3000 forint körül mozog az ára, és 4 órát bírt az ajkaimon. Ugyanúgy mind a kettőt újra kentem egyszer, ugye a felső réteget. És tehát, hogy mind a kettőt ugyanúgy használtam. Most megyek, mert mint halljátok, Lili már nagyon-nagyon nyugtalan. Köszönöm szépen, hogyha velem tartottatok. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, jövök legközelebb is. Sziasztok!